Üdvözlöm Önöket, Kovács Viktória vagyok, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje. Hát el kell menni szavazni, rögtön a lényegre térek. Hogy miért? Azért, mert ez az egyetlen esélyünk a kormányváltásra, és mert fotából nem lehet kormányt váltani. Aki pedig nem megy el, az utána ne panaszkodjon, kérem, hogy nem ezt akarta. Hogyan? Érvényes dokumentumokkal, és legalább még két szavazó állampolgárral. És hogy kire? hát úgy érzem, hogy most ez a legnagyobb kérdés, ami előttünk áll. Sok közvéleménykutató, köztértő szervezet ember próbálja ezt a nagy feladványt megfejteni. Zala kettőre viszont azt látom, hogy mindenki tanástalan. Nincs egyértelmű kihívója a jelenlegi képviselőnek. Mondhatni szabad a verseny. Akkor ide szeretnék viszont valamit megjegyezni. Az eddigi fórumok, beszélgetések kapcsán egyértelműen megfogalmazódott, hogy demokratikus, ellenzéki, esélyes jelöltet szeretnének látni, aki még úgymond tiszta kezű. Én szeretném egy kicsit megvilágítani ezt. Demokratikus? Én úgy gondolom, hogy mindig is a párbeszédek embere voltam, mindig is szerettem megvitatni a dolgokat, nem erőből, hatalomból lenyomni az akaratomat. Ellenzéki? Hát azt hiszem ez vitathatatlan, mert erről már sajtóközlemény is jelent meg személyemet illetően és az esélyes. Az esélyt én úgy fogalmaznám meg, hogy én négy éve kaptam önöktől egy esélyt. És úgy gondolom, hogy ezzel az eséllyel élve négy éve folyamatosan dolgozok, és próbálok tenni azért, hogy a hely helyi, kis helyi, kis közélet jobb legyen. Én úgy gondolom, hogy éltem ezzel az eséllyel, és nem visszaéltem. Aki még tiszta kezű, szeretném megjegyezni, hogy ha a mai főügyész által vezetett hatalom nem tudott nyolc év alatt érdemben nagyon elszámoltatni, leültetni, megtorolni embereket vélt bűnökért, akkor mondhatjuk azt, hogy azok a bűnök valószínűleg el sem követődtek, és csak rágalmakról van szó. Az, hogy a programunk mit tartalmaz részletesebben, erről már sokat beszéltem, de szeretném önöket meghívni április 6-án 17 órától a Hemóba, ahol egy jó ízű beszélgetés mellett egy fórumot tartok, és ezt részletesen is elmondom önöknek. Ezt a fórumot én fogom tartani, és nem lesz vendég. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert már az elmúlt négy évben nagyon sok országos politikus vezető közéleti gondolkodó nálunk, tartott fórumokat. De itt most, önök, úgy gondolom, hogy a jelöltel kell, hogy megismerkedjenek. Kell egy személyes kontaktus, kell, hogy legyen egy személyes benyomásuk, és nekem el kell mondani önöknek, hogy bizonyos dolgokról mit gondolok, mi az álláspontom. Úgy érzem, hogy az elmúlt négy évben bizonyítottam azt, pártállástól függetlenül tudok véleményt alkotni és döntéseket hozni. Jöjjenek el, beszélgessünk, hallgassák meg, amit mondok, vitatkozzunk, beszélgessünk. Ez fontos, ez az alapja az új közéletnek. És a választás. Április 8-án kérem menjenek el választani, listán mindenki szíve szerint szavazzon. Egyéni egyéni jelöltként pedig kérem, az ötös sorszám alatt keressék nevemet, és szavazzanak rám. Köszönöm.